Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com/formulapodcast. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figerkő. Éledezik téli álmából a motorsport, január legjelentősebb autósportos eseményeit fogjuk mai adásunkban kibeszélni, természetesen az élén a Dakar Rallyval, de szót fogunk ejteni Sebastian Loeb újabb történelmi hőstettéről, a meglehetősen ellentmondásosan alakuló Formula E szezonnyitóról, és néhány más eseményről is. Engem Gellérfi Gergőnek hívnak, a virtuális stúdió másik két sarkában pedig itt van velünk az Autosport és Formula magazin vezető szerkesztője Gobodics Tamás, szia Tomi! Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek! És természetesen az utánozhatatlan, pótolhatatlan és elmaradhatatlan Mészáros Sándor. Szia Sanyi! Köszönöm, szia, hello, üdvözlök mindenkit! Azt hiszem, az adás első felében a Dakar Rallyval kell foglalkoznunk, ahogy ugye január első felében is ez volt az egyetlen érdemi motorsportos megmozdulás szélese világon. Ugye harmadik alkalommal rendezték Szaúd-Arábiában a Dakart, ismét egy megváltoztatott útvonalon. Ami viszont nem változott, az az, hogy a sivatag hercege Nasser Al-Attiyah ezúttal is ott volt az élmezőnyben, és ráadásul nem csak az élmezőnyben volt ott, hanem meg is nyerte az autós megmérettetést, ami történelmi szempontból is különös jelentőséggel bír, hiszen egyrészt immáron Stefan Peter Hansel után a második legeredményesebb autós a Dakar történetében ezzel Al-Attiyah. 4 győzelem, 10. összetett dobogó, elképesztő eredménylista, és hát olyasmit is végrehajtott ő idén, amit soha senki nem, hiszen az első szakasztól az utolsóig ő állt az összetett élén, erre pedig az autósok között nem volt példa korábban, sőt, bármilyen kategóriát, ha nézünk, akkor is igen ritka, több mint egy évtizede nem fordult elő ilyesmi. Utoljára egyébként még Mark Coman motoron csinálta meg ezt az első dél-amerikai Dakaron. Úgyhogy Al-Attiyah valóban egy rendkívüli tettet hajtott végre, és mint mondtam, számszakilag már ott van ő Peter Hansel mögött. És itt az első kérdésem Sanyihoz, a sivatagi versenyzés legnagyobb tudorához. Óvatosan ezzel. Hogy mit gondolsz, ha az eredményeken túlnézünk, akkor is kijelenthető ez, hogy Al-Attiyah már ott van a legeslegnagyobbak között a Dakar történetében? Nézd, én régóta fennen hirdetem ezt, hogy bár a számok azok azért még nagyon-nagyon messze vannak Péter Hanseltől, de túlzás nélkül lehet kijelenteni, hogy a sivatagi versenyzés történelmének egyik legnagyobb alakja Nasser Al-Attiyah. Nagyon sokat tett ő ezért, bennem még élnek azért azok a homályos képek, amik a 2000-es évek elején érkeztek az afrikai Dakar Rallykról, amikor a BMW-vel próbálta leküzdeni a sivatagot, de különböző zömmel, általában vezetői hibák miatt nem járt sikerrel, és hogy milyen elképesztően sokat fejlődött, milyen hihetetlen utat járt be ez a fiú odáig, hogy eljutottunk arra a pontra, hogy ki lehet jelenteni, hogy ha elindítod egy versenyen, akkor 99% az, hogy a győzelemért fog csatázni, és 90% az, hogy meg is nyeri a versenyt. Egy egészen sokszínű sportemberrel van dolgunk az ő személyében, hiszen olimpiai érmes sportlövő is egyúttal, és hát ami talán egy kicsit közelebb áll a tereprallihoz, ugye neki van egy rallis karrierje is, úgyhogy azt is kihasználnám most, hogy egy igazi rali szakértő ül itt velünk a stúdióban. Tomi, mint rali versenyzőről, Al-Attiyahról mit kell tudnunk? Hova lehet őt pozícionálni? Mert az eredménylistája igen impresszív, de hát hogy mondjam, meglehetősen változatos bajnokságokat nyert ő meg, mint közel-keleti rallybajnokság és hasonlók. Ez így van, viszont ő azért ment Európa-bajnokságon, világbajnokságon is, méghozzá ugye nem is akárhogyan, mert még azt hiszem, hogy 18-ban, tehát 4 évvel ezelőtt is nyert ő Európa-bajnoki futamot, ami azért elég nagy dolog.
Általában olyan helyeken szokott jól menni egyébként, ami most nem azt mondom, hogy olyan, mint a Dakar, de hogy ilyen murvás és elég speciális versenyeken szokott ő igazán jól szerepelni. Úgyhogy, de nyert ő úgy VB futamat, azt hiszem, hogy sokkal rallisabb pályákon is tudott első lenni. Úgyhogy én mindig idézőjelben az igazi, vagy az igazi rally versenyzőknek szoktam szurkolni a Dakaron. Most ilyen szempontból szerencsém volt, mert ugye az első két helyen ilyenek versenyeztek egymással, és hát azt sajnáltam, hogy az öreg Carlos nem tudott fölcsatlakozni. Egy picit még itt Nasser Al-Attiyahról elmélkedve két dolgot célszerűnek tartok megjegyezni. Az ugye én a fejlődését emeltem ki, hogy honnan, hová jutott. Hogy ez minek tudható be? Te pedig említetted a sportlövészetet, ugye, amiben olimpiai ezüstérmes. Nekem hála jó Istennek nagyon sokszor volt alkalmam beszélgetni vele, kötetlenül is, interjú formában is, és jó néhány alkalommal rámutatott arra, hogy a sportlövészet, mint olyan, az nagyon sokat segített neki a koncentrációs készségének a csiszolásában, és ő maga, ha beszélgetsz vele, biztos, hogy rá fog mutatni arra, hogy a két dolog között nagyon szoros összefüggés van, hogy ez a zabolázatlan, végtelenül gyors fiú, aki a 2000-es évek elején gyötörte az X-Raid-es BMW-t az afrikai sivatagban, a Zaharában, és soha nem jutott el a célig, annak a srácnak milyen sokat nyomott alatba a sportlövészet és a koncentrációs készség csiszolása, hogy ő végül olyan összeszedett tudjon lenni, mint amilyen, mert egy hihetetlenül összeszedett és precíz versenyzőről beszélünk. A másik, ami nagyon fontos az ő felemelkedésével kapcsolatban, az ő évről évre lebonyolított versenyprogramja. Soha nem fogom elfelejteni, egyszer Marokkóban egy rajtra várva egy kamionnak, egy szervizkamionnak a hűvösében ücsörögtünk a kerék mellett, és akkor megmutatta telefonját a következő évi versenyprogrammal, ahol az 52 hétvégéből gyakorlatilag 46 hétvégére volt neki beírva különböző versenytevékenység, akár tereprali, akár rali, amikor nem az a néhány szabad hétvége, ott pedig, ha emlékeim nem csalnak, akkor tesztek voltak beírva, valamilyen promóciós tevékenység, illetőleg egy fotózás a királyi családdal, mert ugye ő a katari uralkodó családnak a tagja, ami ugye, mint azt a szponzori portfólió látja, azért szponzori portfólióból látjuk, nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy ő ilyen grandiózus versenyprogramot tud bonyolítani évről évre. És még egy dolgot szeretnék hozzátenni az ő versenyzéséhez, hogy a rally autóját, amivel az utóbbi két évben versenyzett, annak a főszerelője a Baranya megyei Borsos Péter Magyarországról, úgyhogy van magyar kötődése is Sanyin kívül. Sőt, elmondanám, hogy neki magyar neve is van, ugye őt a magyar szurkolók előszeretettel emlegetik Attila néven. Ugye többször nyert ő Hungarian Bahát, a tereprali világkupának a magyarországi futamát többször is megnyerte, és ugye ő úgy jön ide haza, tehát úgy jön ide hozzánk, mint ha haza jönne. Ezt sokszor nevettünk ezen, és egyszer emlékszem rá, hogy egy Hungarian Baha sajtótájékoztatón, előzetes sajtótájékoztatón megkérdeztem tőle, hogy te figyelj, te jössz ide, mindig nyersz, már magyar neved is van, Attila, miért nem kérvényezze egy magyar állampolgárságot? És egy nagyon jó néven vette a lapot, elkezdett kacagni, mondta, hogy ez megfontolandó, mert egyébként nagyon szeret ide jönni hozzánk, mert szereti a magyar kaját, meg szereti a magyar embereknek a mentalitását. Még egy utolsót hadd kérdezzek közben itt, amit beszéltetek, átböngésztem Al-Attiyah rallis eredmény listáját, és kimondottan Tomihoz fordulnék, ugye látom, hogy ő kétszeres VRC2 bajnok, világbajnok, ezt világbajnoknak hívjuk a ralliban, aki a VRC2-t megnyeri? Ez így van, ezt világbajnoknak hívjuk. Az, hogy ennek mikor mennyi az értéke, az az aktuális szezon. Nyilván. Viszont, hogy visszább mentem, látok egy ilyet, hogy PVRC bajnoki cím még egészen 2006-ig, tehát a Dakaros debütálása idejére kell visszamenni. Az micsoda, hogy PVRC? Ez az akkori VRC2 gyakorlatilag. Akkor ezekkel az N-csoportos privát autókkal kellett versenyezni. Igen, ez a félig meddig utcai, vagy utcaiból épített autók mentek még akkoriban, és azzal lett ő bajnok is, meg szerintem lett ő talán harmadik is, nem sokkal később.
Értem. Na, tovább vagy rácsatolva itt egy gondolatra, amit korábban említettél, ugye, hogy az igazi rallisok a Dakaron, ugye valóban itt az első két helyen egy ilyen versenyző végzett, második helyezett Sebastian Loeb lett a ProDrive-val. Én azt javasolnám, hogy Loebet most ugorjuk át, mert róla még külön fogunk beszélni ebben az adásban, viszont szóba hoztad Carlos Sainzot, aki az idősebbet természetesen, aki az Audi színeiben állt rajtozott Dakaron, és azt hiszem, ez az egész Audi projekt, ez megér egy-két szót. Ugye egy igen erős hármassal indult meg az Audi, Stefan Peter Hansel természetesen a vezérhajó, hogyha lehet ilyet mondani, hogyha Dakarról van szó, akkor mindenképp ő az első számú, és hát ezért ugye ott van Carlos Sainz, többszörös rally világbajnok és többszörös Dakar győztes, valamint az elmúlt évtizedek szerintem egyik legsokoldalúbb autóversenyzője, Matthias Ekström, aki ugye mindössze második Dakarján vett részt, és nyert szakaszt ezzel az Audival. Tehát Ekström azt azonnal bizonyította, hogy itt is lehet neki keresni valója. Ugye az Audi, azt láthattuk ezzel az alternatív meghajtású autóval, ami ugye az első ilyen nem hagyományos meghajtású autó, ami szakaszt nyert a Dakaron, hogy van rettegni valója a többieknek, azt hiszem, ezt így lehetne mondani, mert az egyes szakaszokon félelmetesen gyorsnak tűntek. Ugye jól emlékszem, igen, mind a hárman arattak szakaszgyőzelmet is, csak hát ugye rögtön az első napon elszálltak, mert Peter Hansel összetörte az autót, a másik két versenyző meg eltévedt, tehát gyakorlatilag leginkább vezetői hibák miatt nem tudott az összetettbe beleszólni, az összetett elsőség sorsába beleszólni ez az Audi, de az a sebesség, amit ezek az autók mutattak, az engem arra emlékeztetett, amit a Peugeot művelt pár évvel ezelőtt, hogy hát jövőre jaj a többieknek, hogyha itt nem rontják el a versenyzők amit csak lehetett. Kétkedést vélek felfedezni az arcokon? Nem, egyáltalán nem. Tehát azért az látszott, hogy az anyagi háttér nem lett kihazudva ebből a gyári projektből, tehát amit ebbe bele kellett csepegtetni, és bele kellett investálni, az bele lett ebbe rakva. Milyen érdekes, hogy itt ugye világok találkoztak egymással, ugye ebben az Audi tereprali autóban formulai erőforrások dolgoztak, formulai hajtásláncnak elemeit használták fel ebben a versenyautóban. Milyen érdekes, hogy ezt így lehetett kombinálni. Ugyanakkor a terepralliban is igaz az, ami a pályaversenyzésnek az egyik örök igazsága, meg régi nagy igazsága, hogy egy gyors autóból lehet megbízhatót és győztes autót fabrikálni, ellenben egy lassú autót nem biztos, hogy fel tudsz gyorsítani. Még úgy is igaz ez, hogy a terepralliban a sebesség nem minden. Ezt azért szerintem lesz. Szögezhetjük. Alapvetően roppant meggyőző volt ez az Audi projekt. Igazándiból hiba az én olvasatomban, vagy az én szemszögemből ott csúszott a számításokba, hogy picit úgy lett ez tálalva, hogy idejön az Audi, és itt azonnal minden borulni fog. Azért maradjunk annyiban, hogy a Peugeotnak nagyon hatásos volt az a bemutatkozás, amire utaltál is, de azért maradjunk annyiban, hogy a tereprali az egy olyan kihívás, ahol idő kell a sikerhez. Ezt maguk a versenyzők is elismerték. Ráadásul azért nagyon sok időt töltöttek Marokkóban teszteléssel. Ezt azért a verseny alatt én azt vettem észre, a nyilatkozatokat hallgatva, meg olvasva, meg beszélve is a csapat egyes munkatársai, vagy azt próbálták kommunikálni, hogy hát itt azért olyan nagyon sok idő nem jutott a tesztelésre, maradjunk annyiba, hogy azért rengeteg borzalmasan sok kilométer pakoltak ebbe az autóba Marokkó különböző területein, ahová be lehetett szivárogni itt a covidos lockdown miatt. Nagyon sok időt töltöttek tesztelésre, többet annál, mint amit bevallottak. Én azt gondolom, hogy ennek a programnak lehet jövője. Tehát azt gondolom, hogy számolnunk kell velük a jövőben kivált kép ilyen versenyzői erővel, mint amit felvonultattak. De pont ez volt az érdekes egyébként, hogy ugye nem nagyon voltak komoly technikai problémáik. Inkább azt lehetett volna várni, hogy majd ez nem lesz még olyan kiforrott technika, sivatagban esetleg lesznek ezzel problémák. De hát arra szerintem nem sokan gondoltunk volna, hogy ez a pilóta felállás, ez gyakorlatilag minden ponton sérülni fog, és mindegyikük hibázni fog.
valamit. Úgyhogy ez volt nekem kicsit a meglepő, hogy pont ezek a nagy nevek húzták keresztül a dolgot. Azt azért egy kicsit én túlzónak érzem, hogy most itt telekürtölték a médiát a riválisok azzal, hogy az Audit meg kell állítani valamilyen szabályozással, és ők így nem essenek még egyszer. Hát jobb autót kell csinálni, aztán akkor nincs miről beszélni. Ugye zömmel sérülések álltak itt a háttérben, ami különböző incidensek kapcsán keletkeztek az autókon. Tehát igazándiból én itt látom az Audinak a sérülékenységét. Tehát nem az üzemelésben, hanem ezek a fiúk pontosan tudják, hogy mit kell, milyen terhelésnek lehet kitenni egy autón. Mi az mondjuk egy bukkanó esetében, amit elbír a technika, és mi az, ami nem. És például a Péter Házel esetében ugye az a szétrobbantott futómű, az pontosan erre volt visszavezethető, hogy ezt nem tudta, hogy ezt a terhelést már nem fogja elbírni az autó. Tehát igazándiból itt lehet a sérülékenységét felfedezni a történetnek. Hát ugye az Audi esete is igazolja azt a nagy terepről is igazságot, amit Sanyikám szoktál nekem emelegetni, hogy nem szakaszt kell nyerni, hanem összetettet, mert ilyen szakaszgyőzelmekkel már jól állnak, és hát ez más kategóriák egyes szereplőire. Tele van a padlás szakaszgyőzelemmel, én mindig Péter Házelnek az utolsó afrikai Dakart, a 2007-es szoktam felhozni példaként, amit Péter Házel úgy nyert meg összesítésben, hogy nem nyert szakaszt, egyetlen egyet sem. Mint egy fantom lopakodott a radar alatt, és úgy nyerte meg a 2007-es utolsó afrikai Dakart. Igen, vagy hát a tavalyin is egyet nyert összesen. Na de azt oda akartam még kitérni, hogy más kategóriákban is ez ismét bebizonyosodott, hogy mennyire igaz ez. A motorosoknál bizonyos Joan Barrière de Bort egészen elképesztő magasságokba emelkedett már, ugyanis 29 szakasz győzelemnél jár összesen Dakaron, ami azt jelenti, hogy két lábon és két keréken járó legenda, Cyril Döpré és Stefan Péter Házel előzi csak meg a szakaszgyőzelmeket tekintve. És hát ehhez képest Barrière de Bort idén beállította a legjobb összetettbeli helyezését egy ötödik helyjel. Tehát ötödik helynél előrébb nem végzett a Dakaron, úgy, hogy olyan manuszok előzik csak meg a szakaszgyőzelmeket tekintve, akik 5-6 Dakart nyertek fejenként. De még ennél is elképesztőbb, szerintem az egész idei Dakar legnagyobb ilyen tragédiája, szerencsére ez nem szó szerint. Seth Quintero, nagyon-nagyon fiatal amerikai versenyző, tavaly ő a legfiatalabb Dakarosként írta be magát a Dakar történetébe, vagy a rekordok könyvébe. Hát idén pedig azzal, hogy a 12-ből 11 szakaszt megnyert, ebből sorozatban nyert 10-et, ilyesmire nem volt példa semmilyen kategóriában Dakaron, ő a könnyű prototípus kategóriában megy. És hát Seth Quintero nem lett gyakor Dakar győztes, mert hiába nyert a 12-ből 11-et, azon az egy fennmaradón 16 órát veszített műszaki hiba miatt. Na ez a méreg, gyerekek, tehát... Ilyen a pop szakma. Igen. És hát ugye olyan maga a dobogó is szerintem nagyon érdekes, ugye Chaleco López korábbi motoros kiválóság nyerte meg idén ezt a könnyű prototípus összetettet. A második lesz Sebastian Eriksson, aki te gyorsan akartam mondani, hogy Rallycross VB-n futamgyőztes. Ott volt a mezőnyben például, ha már itt rallisok, például Andreas Mikkelsen, ugye a magyar kötődéssel is bíró, ha jól mondom, ugye Tomi? Versenyzett magyar csapattal, kettővel is, igen. Na így. Mikkelsen, és hát a dobogó alsó fokán pedig egy bizonyos Cristina Gutierrez, az a spanyol versenyzőhölgy, aki egyrészt az első extrém E szezonban második lett tavaly, illetve a tereprali világkupában megnyerte a világkupát a saját kategóriájában, és hát Cristina Gutierrez immáron nem kevesebbet mondhat el magáról, hogy mindössze a második hölgy versenyző, aki szakaszt tudott nyerni a Dakaron bármilyen kategóriában, illetve ezt még tavaly érte el, idén pedig a harmadik hölgy lett, aki összetett dobogón végzett Dakaron bármilyen kategóriában. Úgyhogy Cristina Gutierrez is itt hát ugye Jutta Kleinschmidti magasságban még nem emelkedett semmiképpen, de hát így is már a Dakar történetének legeredményesebb hölgyversenyzői között szerepel ő. Összességében pedig
erről a bizonyos könnyű prototípus kategóriáról, illetve a vele rokonítható UTV kategóriáról azt mondhatjuk el, hogy egyre népszerűbb ez a géposztály. Hát gyakorlatilag most már a nevezők létszáma az a kamiont megközelíti mind a kettőben, azaz itt a legalábbis a létszámot tekintve az egyik klasszikus kategóriához is fel tudott érni. Nem tudom, Sanyi, mit látsz más tereprali versenyeken is, ezek a rácsos kvadok, ahogy emlegetni szoktuk őket, valóban ennyire jelentős ezeknek a térnyerése, mint ahogy az a Dakar indulók és a névsor ból kitűnik. Abszolút, abszolút. Elég csak a hazai bajnokságot megnézni, tehát itt is teret nyertek el az Európa, tehát a magyar bajnokságban is, meg a különböző európai versenyeken is a legnagyobb létszámban ezek a járművek indulnak. Többször is beszéltünk már erről, itt a műsorban is nagyon egyszerű erre a magyarázat. Ezek lényegesen könnyebben és egyszerűbben finanszírozhatóbbak ezek a járművek, tehát olcsóbbak, mint mondjuk egy épített versenyautó. Illetőleg hát az élmény az valami fenomenális, egy ilyen járművel nekiugrani sivatagban a dűnéknek, hát gondolj bele, tehát meg felforrik a véred már csak a gondolatától is, tehát hogy egy nagyon látványos és élvezetes kategória, és ennek köszönhető az, hogy olyanok is bele tudnak vágni, akiktől adott esetben olyan távol volt a tereprali versenyzés, kiváltképp a sivatagi, mint Makó Jeruzsálemtől, de viszont erre össze lehet kapirgálni azt a büdzsét, amivel neki lehet ugrani nagyobb nemzetközi versenyeknek is, akár amatőr szinten, tehát nem, mert az, hogy ilyen nagy mezőny van, az egyben azt is jelenti, hogy nem csak győztes van, hanem jó sok legyőzött is, és valakinek legyőzöttnek is kell lennie, viszont azokból, akik belekóstolnak és kipróbálják, azokból válnak a jövő győztesei, illetőleg azok lesznek azok, akik adott esetben miután kinövik ezt a kategóriát, tovább léphetnek magasabb géposztályokba. Hát, tavaly például Extrém is még maradjunk ennél megnevezésnél, rácsos kvaddal közlekedett. Egyébként ültél már ilyen járműben? Igen, elképesztő élmény. Csak ha álló helyzetbe beleülsz, és csak ott abban belegondolsz, hogy milyen lehet ezzel menni dűnén, az már egy fenomenális és vérforraló érzéssel tupírozza meg a testedet. Vajon hagyományos rallira alkalmasak lennének ezek a járművek? Valószínűleg kevéssé. Főleg egy jó aszfaltversenyen, mondjuk, nem hiszem, hogy... Nem hiszem, mondjuk a Monte Carlo Rallyn ezzel nagy élmény lenne elindulni. Alig ha. Na jó, a kamionokról kell még mindenképpen beszélni. Jaj, szíven ütöttél. Ez az egy mondat, ez az elfacsarta a szívebe. Tehát ugye nekünk mi be voltunk nevezve erre a versenyre, a Qualisport. Csak sajnos nem készültünk el az új versenyjárművel, ami most már tényleg az utolsó simítások zajlanak rajta a műhelyben, úgyhogy én fájó szívvel, meg könnyes szemmel néztem minden este az összefoglalót. Kiváltképp annak fényében, hogy ez egy csodálatos Dakar volt. Tehát erről még nem beszéltünk például, tehát hogy szervezettség tekintetében, illetőleg terep tekintetében. Én azt gondolom, hogy a dél-amerikai kiruccanások, hát azok azért mindig hagytak némi kívánnivalót maguk után. Ugye az első szaudi versenyről már nagyon jó visszajelzések jöttek, a tavalyiról is nagyon jó visszajelzések jöttek, az ideiről meg aztán pláne padlót fogott tőle. Mindenki azt mondta, hogy szenzációs volt. Tehát olyan területekre vitték el a szervezők a mezőnyt, amire tényleg azt lehet mondani, hogy adta a tereprallinak a savát, borsát. Ugye a dél-amerikai versenyek azok zömmel, kis homokkal megturbózott VRC futamok voltak. Erről mindenki mindig úgy jött haza, hogy azért ezt azért nagyon óvatosan nevezhetjük Dakarnak. Ez viszont mindenki azt mondja, hogy ez adta a Dakarnak a savát, borsát, és ez minden kategória, minden géposztály, minden indulója ugyanezt mondta. Annak ellenére is, amire utaltál, itt voltak különböző navigációs problémák. Ugye átállt a Dakar már erre a digitális, meg maga a tereprali világa átállt erre a digitális itinerre, ami azért jócskán visszavágja a hátországoknak a szerepét. Ugye eddig, amikor megkaptad egy termek, ez elsősorban a nagyon nagy indulókra volt jellemző, tehát a különböző kategóriáknak az elitjére, hogy megkapták a papíros itinert,
És akkor a navigátor az ő stábjával együtt nekiállt, és bedarálták azt, hogy abból a létező legakkurátusabb megírt itiner származon. Ezt mindenki úgy csinálta, ahogy tudta. Nyilván, aki tehetősebb, meg nagyobb hátországa van, az nagyobb energiákat fektetett bele, az olyanok, mint amilyenek mi vagyunk, azok mi leültünk a kamionnak a végébe, és szépen elkezdtük a szövegkiebelővel írkálni Ceglédi Péter vezetésével az itinert. És ezzel, hogy most már átállt a Dakar erre a digitális megoldásra, meg úgy mondom, hogy a tereprali világ átállt a digitális itinerre, ez az azért a hátországoknak a szerepét jócskán leszűkítette, vagy jócskán visszavágta, és ebből adódtak azok a navigációs hibák, amiket hallottál a verseny közben, hogy őrjögtek emberek az itiner miatt, hogy ilyen az itiner, meg olyan az itiner. Hát az itiner az olyan volt, amilyen, maradjunk annyiban, hogy az a háttértámogatás nagyon sokaknál hiányzott, amire korábban azért lehetett építkezni. Na és akkor kezdjünk beszélgetni a kamionokról, nem akarom tovább raboldi az időt ezzel. Hát itt ugye mindenek előtt a kamazról kell beszélnünk. Jaj, most megint szíven ütöttél. Hát hiszem, arról a kamazról, amely az elmúlt két évtizedben, ha nem is egyeduralkodó, de hát azért a Dakarok jelentős hányadát, 80-90%-át behúzta. Idén viszont olyan mészárlást rendeztek, amit talán mit rendeztek? Mindegy... Hogy? Hogy mondtad? Mészárlás. Jaj. Ami hát tényleg minden eddig itt felülmúl valószínűleg, ugye a négy kamaz végzett az első négy helyen, az hagyján, hogy minden szakasz megnyertek, de ennél is keményebb a helyzet, ugyanis egyetlen egy olyan ellenőrző pont volt, szakaszon belüli ellenőrző pont, ahol éppen nem kamaz állt az adott szakasz élén, az is az utolsó napon, amikor a chilei Ignacio Casale egyetlen egy szakaszon a kamazok előtt volt, aztán az elmúlt gyorsan. De hát összességében a napi dobogóra se nagyon fért oda más rajtuk kívül, és hát végül címvédés történt. Dimitrij Szotnyikov és harcos társai zsinórban másodszor szerezték meg a Dakar győzelmet. Ugye az összetetben hát 3 órán belülre nem került senki hozzájuk képest. Talán azt kell még elmondani, mielőtt átadnám a terepet Sanyinak, hogy méltassa a nagy riválist, hogy azért volt itt egy jelentős hiányzó, ugyanis a Belorussziával szembeni szankciók miatt a MAZ vagy MAZ kamionok nem érkezhettek meg, és ott ugye elsősorban a Vjazovics fémjelezte egység, ha nem is a győzelem sorsában, de talán az egyes szakaszokon bele tudott volna szólni ebbe a küzdelembe, hát nem így aztán, hogy ők ott sem voltak, így ők nem tették, más meg nem nagyon tudott. Mit lehet kezdeni ezzel, Sanyi? Le lehet-e győzni a kamaszt egyáltalán? Az én meggyőződésem az, hogy nagyon speciálisan kell állnia a csillagoknak az égen, ahhoz, hogy a kamasz versenyt veszítsen. Így jelenállás szerint így tudom megközelíteni. Egy picit az idei Dakar az olyan volt, hogy magukra hagyták a kamaszt. Tudod? Ugye hiányzottam az, illetőleg ott volt ugyan a Team De Roy, de nem volt ott a vezérpilóta Gerard, akinek ugye megvan az a tehetsége, megvan az a tapasztalata, megvan az a félelmet nem ismerő, könyörtelen hozzáállása, ami szükséges ahhoz, hogy egy kamaz ellen menni lehessen. Ugyanis ott volt ugyan Janusz van Kasteren, aki nagyon szépen gurigázott a kamazok mögött, de igazándiból nyomást gyakorolni, vagy veszélyeztetni, vagy veszélyt jelenteni rájuk képtelen volt, és ez tökéletesen megmutatta a pilóta szerepét. Ugyanezzel az autóval, ugyanezzel a technikával Gerard Roy biztos, hogy meghúzgálta volna a bajszukat. Ugye ez a két elem, aki képes az utóbbi években képes volt veszélyeztetni gyakorlatilag a kamaznak az egyeduralmát. És akkor itt rá is kanyarodhatunk arra, hogy miből fakad ez. Ezt a Formula Podcast Facebook csoportban is kaptunk kérdést ezzel kapcsolatban, hogy minek tudható be ez az elképesztő dominancia, amit a kamaz produkál. Ez egy nagyon sok összetevős végtermék gyakorlatilag, amiket látunk ezek a csodálatos monstrumok. A kamaz az Tatárföldön egy nemzeti büszkeségnek számít.
Ebből kifolyólag egész Oroszországban elképesztően büszkék a kamazra, mint kamiongyárra, tehát mint szervezetre. Privilegizált helyzetben vannak mindenféle tekintetben az orosz iparban. Ergo, innentől fogva nekik érdekük az, hogy ezt a fölényt, ezt ahol csak lehet, ott meg is mutassák. Erre pedig a terepről egy tökéletes platform, ahol meg lehet mutatni azt, hogy milyen technikai színvonalat képviselnek. Míg mondjuk például egy Deroy csapatnál néhány tucatnyian dolgoznak évközben a versenykamionokon, addig a kamaznál többen dolgoznak a versenyosztályon, amit Kamaz Masternek hívnak, egy külön divízió, de a Naberezhnyije cseljében a kamazgyárban, a gyáron belül található, ott többen dolgoznak, mint bármelyik Forma 1-es istállónál. Ez a költségvetés is, akkora nincs a költségvetése nyilvánvalóan, de maradjunk annyiban, hogy ha a motorsportot globálisan megvizsgálnánk, hogy melyik versenyprogramra, melyik gyártó mennyi pénzt fordít, akkor meglepődnénk azon, hogy a kamaz az milyen magas polcra lenne rakva finanszírozás és pénzügyi háttér tekintetében, arról nem is beszélve, hogy ugye számíthatnak a gyárnak a technikai tudásbázisára. Ez egy dolog. Kettő, van nekik egy hihetetlenül intenzív programjuk. Tehát képzeld el, Tatárföldet, ez egy óriási terület, ahol ott van a nagy büdös semmi. Tehát ott nekik van egy elképesztően nagy gyakorló területük, ami csak az övék, és csak arra szolgál, hogy ott a versenyistálló ott tréningezzen és pallírozza magát. Gyakorlatilag ezek a srácok, akiket látsz itt a versenykamionban, ezek az év 365 napjának jelentős részét ezeknek a járműveknek a volánja mögött töltik. Ezen a bizonyos gyakorlópályán. Ráadásul olyan hihetetlenül összetett felkészítő programjuk van, amire tényleg csak azt lehet mondani, hogy az megsüvegelendő, meg hogy ki csúcsra van járatva, ki van maxolva, ugyanis ezek a fiúk nem csak vezetni tudnak, hanem akik ott ülnek bent, azok a hármasok, akik a versenyjárművekbe ülnek, ott mindenki tud vezetni, mindenki tud szerelni, és mindenki tud navigálni is. Úgy képezik ki őket, hogy ezeket a feladatköröket ezt tudni kell teljesíteni. Ráadásul verseny van, házon belül is, tehát nem mindegy, hogy ki milyen teljesítmény nyújt ezeken a nevezzük edzőtáboroknak, ugyanis, hogyha nem hozod azt a szintet, amit hoznod kell a többiekhez képest, akkor egész egyszerűen első körben elveszíted a volánt, tehát nem vezethetsz. Ha más területen tudod hozni azt a szintet, amit megkívánnak, akkor kapsz más pozíciót a fülkében, vagy az egységben. Ha az sem, akkor pedig egész egyszerűen kikerülsz a körből. Hihetetlenül összetett módon különböző szempontrendszer alapján dolgoznak rajtuk. Én magam amondó vagyok, hogy ez egy csodálatra méltó az a szakmai munka, amit a kamaz végez a versenyegységekkel. Most ha megnézed például a Nikolájevet, neki voltak olyan időszakai, amikor nem úgy ment neki a felkészülési időszakban a zsuga, mint ahogy kellett volna, és egész egyszerűen nem jutott volához. Nem. Pedig a Cságin után időszak legeredményesebb kamionversenyzője. Tulajdonképpen ő Vlagyimir Csaginnak, aki ugye a cár néven ismert, és ő jelenleg a kamaz versenyprogramjának a feje, ki más is lehetne, mint ennek a műfajnak a királya, ő maga Csagin személyes kiválasztottja volt. Tehát a Csagin még versenyzett, amikor már elkezdték kinevelni Eduard Nikolájevet, és elkezdték őt olyan felkészítő, olyan speciális, meg még ezen az összetett felkészítő programon kívül is olyan képzésben részesíteni, hogy gyakorlatilag Csagin a saját hóna alatt nevelgette, mint egy kis Csagin oldalán nyerte az első Dakarját még navigátorként. Így van. És ez is tökéletesen jól mutatja azt, hogy zajlik ott a szakmai munka. Én emlékszem azokra az időkre, amikor ő megérkezett, nem feltétlenül tudott megfelelni azoknak az elvárásoknak, aztán szépen lehiggadt, és akkor elkezdte hozni azokat az eredményeket, amit ő tátva maradt mindenkinek a száját. Ott van például Anton Shibalov. Gyakorlatilag ezek ellen, a srácok ellen, akik jelenleg a kamaszban versenyeznek, különböző versenyeken összetalálkoztunk már mi is. Tehát versenyeztünk már ellenük. A Szotnyikov ellen is, a Karginov ellen is, a Shibalov ellen is, a Nikolájev ellen is, de még annak idején a Csagin ellen is versenyeztünk a Silk Vér Rallykon. Tehát alkalmam nyílt
közelről megfigyelni azt, hogy ezek a gyerekek, ezek hogy versenyeznek? Ember, tehát arra nagyon nehéz szavakat találni. Tehát ezek félelmet nem ismerő figurák. Tehát például az egyik legszimpatikusabb az a Sibalov, aki kipattan a kamionból, és amikor szembe talált vele, azt mondta, hogy ez egy kölyök innen a sarki gimnáziumból, vagy valami, és amikor látod, hogy hogy megy az autóval, akkor azt mondod, hogy te atya úristen, ez lehet így csinálni. Ezeket a fiúkat gyakorlatilag erre trenírozzák, erre vannak kiképezve, minden adott ahhoz, hogy ők a legmagasabb szinten teljesítsenek, és az elvárás is velük kapcsolatban. Például most a napokban néztem, ugye véget ért a Dakar, volt utána egy kisebb időszak, amikor lehetett pihenni, és most a napokban voltak például a Tatárföldi Minisztériumban, ahol külön kitüntették őket az újabb sikerért, tehát ez is nagyon jól mutatja azt, hogy milyen óriási nemzeti büszkeség Tatárföld számára is, és Oroszország számára is a kamaz. De itt, hogyha jól értem, akkor nem is az az elvárás velük szemben csak, hogy megnyerjék a Dakart, hanem hogy úgy nyerjék meg, ahogy most megnyerték. Tehát, hogy gyakorlatilag mindent, és azt arról szóljon minden, és mi is erről beszéljük most már egy jó ideje, hogy ők egyébként mekkora királyok. Így van. Így van, ez elvár. Én láttam már kamasz csapatfőnököt ajtót csapkodni és ordibálva tombolni azért, mert nem megfelelő volt az előny, amivel amivel nyertek. Igen. Egyébként ez egy érdekes őket megfigyelni például a Service Parkban. Nekem van itt egy ilyen kamazos trikóm, amit annak idején meg a Nikolájevtől kaptam. És ezt kértem tőle 2 évvel korábban, hogy nekem kellene egy ilyen trikó, és akkor mondta, hogy hát amikor alkalmas lesz, akkor majd adok. És én nem értettem, hogy mondom, mi olyan fene nagy bonyolultságú dolog ebben, hogy tessék, itt van, mert ugye ez egy szokás a verseny végén, megbeszéled a verseny elején, és akkor a verseny végén trikót cseréltek egymásra. Oda tudnál lopúzni az értekezletre, mi? Képzeld el, hogy így van, hogy annyira, ők az egyetlen csapat, akiknél van nap elejé és nap végi megbeszélés is, csapat szeánsz, amikor a főnök jelen esetben, amikor ez történt, akkor Szemjol Jakubov, ő is Csaginnak egy korábbi navigátora volt, egy ideig Csagin előtt ő vezette a visszavonulását követően, ő vezette a kamaszbaszta listálót, akkor még a Jakubov volt a nagyfőnök, és az úgy néz ki, hogy akkor ott összejönnek a táborban, a számukra elkülönített területen, és akkor ott körbezárnak úgy, hogy még csak ne is halld azt, hogyha kívül lopózol, meg ott ácsorogsz, hogy ők miről beszélnek. Kötelező viselni a szerelőknek is akkora csapatuniformist, utána kell elmenni átöltözni szerelőruhába, tehát a megjelenésre is nagyon-nagyon sokat adnak a kamazosok, és ez nem osztogatnak pólót meg sapkát, még csak véletlenül se, azért, mert ezzel védik a saját szférájukat, hogy nehogy véletlenül valaki belopózzon közéjük, és véletlenül megértse az oroszt tatárföldi akcentussal, hogy ott éppen mi hangzik el ezeken a meetingeken. Nagy szívfájdalmam nekem, hogy a kamaz egykori nagy ellenfele, a Tátra az idén, hát talán még lejjebb süllyedt az összetetben, mint korábban, ugye most már a 10 közelébe se tudtak odaférni, pedig nagyon-nagyon jól eshetett volna a cselelkeknek, hogyha egy szép eredmény dob a Tátra a nem sokkal a Dakar előtt elhunyt Carello Pry emlékére, hiszen ahogy tavaly Hubert Auriol a Dakar alatt hunyt el, idén is egy igazi legenda távozott, 2 nappal vagy 3 nappal a rajt előtt Carello Pry személyében. Ugye 6-szoros Dakar győztesről beszélünk az ő személyében, 88 és 2001 között nyert összesen 6 alkalommal, természetesen minden alkalommal Tátrával, és hát azon kevesek egyike közé tartozik, aki a Dakar úr elnevezést kiérdemelte a médiában, természetesen még Péter Hansel feltűnése előtt őt Monsieur Dakarnak keresztelték el, amikor 94-ben azt a tényleg rendkívüli tettet hajtotta végre, hogy az autós kamionos összevont értékelésbe lett 6. a Tátra kamionnal, ami hát azt hiszem, hogy... Ennél egy valaki tudott jobbat ebben... A kanysport.
ebben a tekintetben ever, hogyha kibányászod a tereprali történelmének az adatait, a Qualisport a 2020-as Afrika részen, amikor autós kamionos összevont értékelésben második helyen végeztünk, és egy kicsi múlott azon, hogy a leggyorsabb autóst is megverjük. Nyilvánvalóan más az a verseny, más a Dakar, de akkor is emiatt nagyon sokan megsüvegeltek bennünket. Egyébként Carello Price, hogyha említed, tulajdonképpen, hogyha megnézzük a sivatagi kamionsportnak a történetét, az egész akkor kezdett komolyá válni. Az egész történet a 80-as évek elején, amikor ugye elindult a Dakar, fölfedezték maguknak a kamionosok is, és a kamionosok között Jan de Roy elkezdett azért komoly energiákat investálni ebbe a vonalba, és ugye ez soha nem titkolt szándéka neki az volt, hogy ő az autókat szerette volna elkalapálni. Ugye mai napig legendás az a felvétel, ahogy a Peugeot-val például gyötrik egymást fej-fej mellett a sivatagban, vagy Citroennel, vagy nem tudom mi a nagyon, nagyon jellegzetes felvétel. Ő volt az első ilyen nagy alakja, tehát őt tekintjük ennek a műfaj pápájának gyakorlatilag. Aztán utána jött Carello Price, aki az első volt, hogy aki ilyen egészen komoly győzelmi sorozatot és győzelmi szériát tudott felvonultatni, meg bemutatni, majd a Loprice utáni érának volt a következő nagy ágyú, a Csagin, akinek az eredményeit, hát én azt gondolom, hogy még nagyon sokáig fogjuk nyugni. Ebben a műfajban is nagyon sokat kell még várni arra, hogy eljussunk odáig, hogy valaki olyan szintre nőjön fel, mint amit Vladimir Csagin képviselt. És hát ugye ő az egyetlen, már hogy a cár az egyetlen, aki felülmúlta Carello Price eredményeit, senki más. Ez a 6 Dakar győzelmet kamionnal. Mással se nagyon, ugye én az, most így végigfutatom, ugye csak Peter Hanser és Csagin sikeresebb nála bármilyen kategóriában. Igen, igen. Most az, hogy ugye itt van, nagyon sokan összetévesztik, fontos megjegyezni, van a mezőnyben egy Alex Loprice nevű emberke is. A gyermeke, ugye? Nem. Az unokaöccse, pont erre szedték le, tehát ezt nagyon sokan összekeverik. Ő nem a fia, hanem az unokaöccse Carello Price-nak. Ő az, aki a családból tovább viszi a versenyzéssel kapcsolatos hagyományokat, és az előbb, amikor azokat a neveket soroltam, akiket mondjuk én alkalmasnak tartok arra, hogy a kamazzal és a kamasz pilótáival fölvegyék a versenyt, Aless az egyik. Ő, benne is megvan az a tehetség, benne is megvan az az elszántság, az a küzdeni tudás, az az akarat, hogy adott esetben oda pörköljön a kamazoknak, csak hát ugye nála is hiányzik az a háttér, aminek meg kellene lennie, egyrészt technikailag, másrészt pénzügyileg, amivel ki lehet állni, és kivont karddal csatába lehet menni mondjuk a kamaz ellen. Tehát a Tátrát említetted, a Tátra van is, meg nincs is. Tehát maga a vállalat is hol van, hol nincs. Ez egy nagyon összetett, meg nagyon-nagyon szövevényes történet. Én emlékszem még egy olyan jó 10 évvel ezelőtt, amikor a különböző cseh versenyklánok harcoltak azért, hogy akkor kikaparintsa meg a Tátrának, a Tátra maradványainak gyakorlatilag a támogatását. Aztán a végén oda jutottak, hogy azt mondta a Tátra, hogy akkor elmegy mindenki a fenébe, nem támogatunk segít, versenyezzetek, ahogy tudtok. Úgyhogy így jártak a csehek, de egyébként ott nagyon nagy kultusza van a kamionversenyzésnek Csehországban. Nem csak tehát a pályaversenyzőik is vannak, de a sivatagi kamionversenyzés kifejezetten népszerű a cseheknél. Nyilvánvalóan nálunk is sokkal népszerűbb lenne, hogyha nekünk is lenne egy 6-szoros Dakar győztes kamionversenyzőnk. Hát, ha egyszer lesz. Meg egy kamiongyárunk. Igen. Mint a cseheknek. Azt hiszem, hogy nagyjából kibeszéltük a legfőbb pontjait az idei Dakarnak. Rengeteg mindenről nem esett szó, amiről még lehetett volna, ugye címszavakban például Julien de Villiers korábbi Dakar győztes, ugye 24 óra alatt 2 motoron gázolt át, és egy motoroson is, szerencsére maradandó következmények nélkül. Ez azért egy nem mindennapi dolog. Ahogy az sem, hogy ha már motorosok, ugye a GasGas spanyol gyártó megszerezte az első összetett Dakar győzelmét, az más kérdés, hogy egy KTM motorral.
Ilyen kicsit ugye ott összeérnek a szálak. Danilo Petrucci történelmi tettet hajtott végre, hiszen ő lett az első motorversenyző, aki MotoGP futamot és Dakar szakaszt is nyert. Ha már extrém kapcsán a sokoldalúságot emlegettük, ez róla is elmondható. És hát a quadokról nem esett még szó, nem véletlenül, döbbenetes mélységben van a quad kategória népszerűsége, mindössze 7 látták meg a célt az egyébként se túl nagy összesen 20 tagú mezőnyből. Hát igen, ehhez nem nagyon tudok mit hozzáfűzni. Hát ezeken ugye nincsen rács, úgy nem jó velük versenyezni, mint a rácsos quad. Igen. Igen, és hát ugye a magyarokról érdemes még egy-két szót szólni. Ugye sajnos a két magyar kamionos egység, vagy legalábbis részben magyar kamionos egység nem látta meg a célt. A motorosok között viszont a két határon túli magyar versenyző, Zagmeister Gábor és Gyenes Emánuel egyaránt célba ért, és ugye Gyenes Emánuel ismét erősen szerepelt, nem karrierje legjobbja, de hát a Malle Moto kategóriában, vagy ugye hivatalos nevére az Original by Motul asszisztencia nélküli kategóriában az 5. helyen végzett, ugye korábbi győztese ennek az értékelésnek, úgyhogy a... Beírok neked egy fekete pontot, amiért a kamionos vértestvéreimet nem említetted meg. Darázsi Zsoltról és Szalai Norbertről beszélünk. Elnézést. Név szerint nem említettem. Bizony két abszolút legendája a magyarországi sivatagi tereprealizásnak. Ugye ők úgynevezett gyors beavatkozó asszisztenciaként vettek részt ezen a versenyen. Tehát ők nem versenyben mentek, a verseny útvonalon mentek, náluk viszont az eredmény, tehát a cél nem az volt, hogy minél jobb eredményt elérni, hanem hogy végig lekísérni azokat a járműveket, azokat az autósokat, akiket ők segítettek, és az asszisztenciás cuccukat vitték. Néhány éve van már erre lehetőség a Dakaron, hogy versenyútvonalon mész, versenyben mész, de mégsem az eredmény a célod, hanem az, hogy segítsd azokat, akik más kategóriákban szerepelnek. Gyakorlatilag versenyző szerviz kamion. Konkrétan igen, ez a pontos megnevezése ennek. Hát akkor én azt javaslom, hogy térjünk át a meg kell említsük, kérlek szépen, egy másik ultimate legendát, aki magyarként vett részt a Dakarralin. Őt Grünwald Pálnak hívják, és az X-Raid-nek gyakorlatilag a konyha főnöke, tehát bizony kérlek szépen Peter Hansel, Carlos Sainz és a többiek azt eszik, amit Grünwald Pali főz nekik, és tesz az asztalra. Úgyhogy nagy respekt Palinak is, aki hát már nagyon-nagyon régen csinálja ezt, és hát tényleg elképesztő sztorikat tudna mesélni, hogyha egyszer itt lenne velünk egy műsorban. Meg kéne hívnunk egyszer, de lehetőleg úgy, hogy nem a virtuális stúdióban, hanem élőben, és akkor úgy főzhetne is valamit, ha már. legenda. No, szóval térjünk át a Monte Carlo Rallyra, a WRC Rally világbajnokság szezonnyitójára, és ugye az az ember, aki ezt a két projektet, vagy két történetet összeköti, az nem más, mint Sebastian Loeb, aki ugye második lett a Dakaron, szakaszgyőzelemmel, a ProDrive első szakaszgyőzelmével, és ezzel már is egy történelmi hőstettet hajtott végre, hiszen 4. különböző világbajnoki sorozatban szerzett ő dobogós helyezést, hiszen ugye a Dakar idéntől már a tereprali világbajnokság részét képezi, és lő pedig a rally, a túrautó és a rallycross VB után itt is elindult, és itt is dobogóra állt. Ugye a Formula Podcast Facebook csoportban végeztünk egy kis, hogy mondjam, kutakodást, vagy közös elmélkedést folytattuk arra, hogy lehetett-e már egyáltalán autóversenyző, aki 4 külön VB sorozatban szerepelt. Aztán megtaláltuk Stefan Sarazent, de hát Sarazen tulajdonképpen csak az Endurance-ban ért el komolyabb sikereket, Loeb pedig hát mind a 4-ben, ugye 3-ban futamot is nyert, és hát itt is az első világbajnoki versenyen rögtön dobogóra állhatott. Na de utána, ugye a Dakar után ő elment pihenni és bulizni, ugye Tomi? Egy egész napja volt arra, hogy kialudja magát a Dakar után, ugyanis 2 nappal a Dakar befutó után ez a jó ember, ez felment a Monte Carlo fölötti hegyekbe, és tesztelte a Ford új hibrid VRC-t, vagy hát Rally 1-es
megcsúfolt autóját, és annyira megtetszett neki, hogy utána meg is nyerte ezt a Monte Carlo Rallyt konkrétan, amire ő se számított egyébként így saját bevallása szerint, de hogy itt senki. Tehát, hogy ugye ő 2012-ben vonult vissza, 12 év végén visszavonult a Rally világbajnokságtól, ahol ugye amúgy 9-szer bajnok, ezt sokan tudják. És egyszer-egyszer még azért ő vissza szokott itt térni, mert Montén szerintem 2-szer is indult az azt követő években, majd 2018-ban az akkor nagyon nagy bajban lévő Citroën vette rá, nyilván nem pusziért, hanem némi apróért cserébe, hogy segítsen nekik, és ott konkrétan futamot nyert így visszatérés gyanánt. Akkor azt hitte, hogy ez még mindig megy neki, utána ment 2 évet a Hyundai-ja, gyakorlatilag ott is ilyen beugrópilótaként, ahol azt hitte, hogy ez nagyon nem megy neki, mert sokkal-sokkal lassabb volt. Majd most visszatért, nem várt magától semmit, és konkrétan megvert mindenkit. Döbbenetes az ember, hogy miket tudott elérni. Ugye már csak az önmagában, hogy 80. futamgyőzelmét aratta a WRC-ben, és az utána következő Sebastian Ogier-nek van 54, tehát ő a második, a harmadik Marcus Grönholmnak pedig 30. Tehát, hogy így érdemes elhelyezni azt, hogy ő egyébként 80 futamot nyert. Illetve ezzel kapcsolatban a másik érdekesség, hogy 2002-ben nyerte ő az első rally világbajnoki futamát, és vicces volt, mikor Oliver Solberg, ugye a Hyundai-nak a most még tinédzser fiatal versenyzője, mondta, hogy hát ő beszélgetett itt a lőbbel a futam előtt, és az egyik gyorsasági a utóbbi években nem szerepelt a programban, és ő mondta, hogy ja, hát fölírták, elég csúszósnak tűnik meg minden. Lőbb megmondta, hogy aha, én versenyeztem rajta 2001-ben konkrétan, amikor Solberg még úgy nem nagyon volt sehol. Úgyhogy... Majzán gondolat volt legfőjebb. Maximum. Hát ugye, igen, neki az édesapja versenyz. Sőt, még talán ő se versenyzett abban az évben a Rally VB-n. Mondjuk azt azért hozzá kell tenni ehhez a Lőbb győzelemhez, hogy volt benne egyrészt szerencse. Ugye ő igazából tempó alapján második volt, és az utolsó előtti szakaszon Ogier kapott egy defektet. Az egyébként szintén visszatérő Ogier, aki ugye már szintén visszavonult. Két nyugdíjas gyepálta egymást a győzelemért, ha úgy igen, ez picit visszás volt abban a szempontban, hogy ugye ez a futam volt a WRC új érájának első versenye. Ugye most debütáltak ezek a hibrid autók, mindenki nagyon örült neki, hogy teljesen új minden. Majd a két nagy öreg, aki az elmúlt 20 évet ledominálta, ők ugye egyébként megverekedtek ezért az első helyért, úgyhogy érdekes volt mindenképpen, és mondom, ez igazából az a döbbenetes, hogy ez nem azért történt, vagy nem azért történik, mert a WRC mezőnye egyébként kutyaütőkből áll, hanem itt nagyon komoly, történelmileg is jelentős versenyzők vannak, és ez a két ember még mindig ennyivel jobb a világnál, hogy ezt tudják csinálni. Mondom, ebben azért benne volt az is, hogy Monte Carlo-ról beszélünk, ami speciális futam, és ugye nagyon, tehát igazából nem nagyon voltak jeges szakaszok, csak 2-3. A száraz aszfaltokat, meg ezek a fiúk, ott élő fiúk nagyon, nagyon ismerték. Jó, de hát nézd, mégis ugye ez a két srác, mondjuk így, Lőbb és Ogier, ugye az elmúlt 18 bajnoki címből 17-et húztak be, ők ketten osztottak el egymás között. Tehát lehet ez a mezőny történelmileg bármilyen kiemelkedő, de hát ők ketten meg még kiemelkedőbbek történelmileg, hogy úgy mondjuk. Ugye Lőbb egyrészt a WRC legidősebb futamgyőztese lett ezzel. Ugye ő szép lassan azért majd el fog érkezni az 50-hez, még nincs ott, de közelíti. És hát másfelől pedig 25 év után az első hölgy navigátor, aki futamgyőztes lett a WRC-ben, ő ült az ő jobbján. Igen, és ő viszont már elmúlt 50, és neki ez volt az első WRC futama. Egész erős bemutatkozás volt. Igen. Hát nézem, hogy mentő rally világbajnokságban nagyjából 5 verseny, de sosem első osztályú így autóval. Van. Így van.
hadd ragadjam meg egy mondatodat, ami nem annyira lőphöz kapcsolódik. Úgy fogalmazta, hogy Rally 1-esnek csúfolt autók ezek. Mire vonatkozott ez a kis elszólás? Nem, csak annyi, hogy ugye 1997 óta a VRC autóknak hívjuk a Rally VB csúcskategóriáját. Illetve nem a Rally VB, egyáltalán a Rally Sportnak a csúcskategóriás autói, azok egészen eddig a pontig VRC-k voltak. Most ezek az autók is VRC-k, és mégsem szabad őket annak hívni, mert most ők Rally 1-esek, mert ezt kitalálta az FIA egy ideje, hogy már pedig így kell bekategorizálni a rallis autó, vagy a rally autókat, hogy Rally 1, Rally 2, Rally 3, Rally 4 és Rally 5 ezek az autók. Ebben az a probléma, hogy ezt eddig nagyjából 2 évente változtatták a kisebb kategóriákban, ezért ha azt mondom, hogy R5, akkor ez nem a Rally 5-öt jelenti, hanem a Rally 2-es autó leánykori nevét például. Aha. És az R2 az Rally 4, mi? Az R2 pedig már ebben a formában nem is létezik tulajdonképpen, tehát a régi R2-es autók azok már kivonás alatt állnak. A régi R2-es modellek már csak az X-árnyúakban repülnek. Így. Bocsánat. Aha, értem. És amikor azt olvastam a minap, hogy VRC autó jöhet Magyarországra, akkor az Rally 1-es hibridet jelent, vagy az elmúlt években használt VRC-t? Hát nem tudom pontosan, melyik hírt olvastad. Volt egy ilyen hír, hogy ezeket a Rally 1-es autókat, ezeket használhatják majd a nemzeti bajnokságok is. Ugye 2017-től az előző VRC korszakban az volt a szabály, hogy azokat a VRC autókat csak és kizárólag a Rally VB futamokon lehet, hogy mondjam, tétre menően használni. És most ezt szeretnék, hogy ezek az autók mehessenek akár, és ugye a gyártóknak tegyenek azzal jót, hogy megvehessék ezeket az autókat, de azt azért szeretném látni, hogy egy akármilyen csapat ezeket a hibrid rendszereket úgy üzemelteti, ahogy azt kell. Ha nem csak a Formula 1, hanem a MotoGP is érdekel, hallgasd a Formula Motocast adásait is, az Autósport és Formula Magazin Motorsport műsora. Futamértékelések, aktualitások és minden, ami két kerék. Balogh Tamással, Ferenci Péterrel és Pabdi Tamással. Na, azt mondd még meg nekünk, hogy ugye most akkor itt Loeb nyert, ezzel ugye a Ford nyerte az új éra első futamát, de jelent-e ez bármit a szezon egészét illetően? Kérdezem egyrészt azért, mert magad is említetted, hogy a Monte az egy kicsit sajátos esemény, meg hát kérdezem ezt azért, mert Loeb nem lesz ott az egész szezonban. Ugye a Fordnak az első számú pilótája, talán mondhatjuk az első számú pilótája Craig Breen, aki már azok közül, akik teljes szezon mennek, és ugye ő végzett a két nagy öreg mögött harmadikként a versenyen. Na, de jelent ez bármit a szezon egészére nézve? Tehát Craig Breen lehet bajnok esélyes a Forddal, vagy azért ez egy nagyon erős kijelentés lenne? Szerintem lehet. Itt az kell, a Forddal kapcsolatban az egy mindig egy érdekes dolog, hogy ők az összes új éra első futamot, azt ők mindig nagyon jól teljesítik, és nem csak az első futamot, hanem általában az első szezon. Ugye róluk azt kell tudni, hogy ott a Ford valamennyire mögöttük áll, de ez igazából az M-Sport Malcolm Wilson cége, amelyik csinálja ezeket az autókat és értékesítés, stb. Tehát ők az egyetlenek, akik nem teljes mértékben gyári háttérrel rendelkeznek. És ezt promózták is már jó előre, hogy ők elengedték az előző két szezont, mert nem volt értelme igazából miért sokat költeni arra az autóra, és majd idéntől. És bizony itt az első futamon nem csak azért, mert Loeb nyert, de egyébként amiatt is, hiszen ugye mondtam, hogy a korábban a Hyundai-jal Loeb ötödik tudott lenni a Montén mondjuk 2 éve. Tehát, hogy azért ez nem úgy volt, hogy Loeb idejön és lever mindenkit mindig. De nem csak ő, hanem gyakorlatilag az összes Ford pilóta pokoli gyors volt a korábbi évek önmaguk teljesítményéhez képest. És valószínűleg lehet esélyes Breen, azt hozzátéve, hogy ezen a versenyen ő évek óta nem indult, és mivel ugye ez egy 4 napos verseny volt csütörtök estétől vasárnap délutánig, és péntek reggel az első gyorsaságin Adrian Formo egy akkora totálkárt csinált az egyik gyári Forddal, vagy hát benevezett Forddal,
hogy csoda, hogy ki tudott belőle mászni. Hú, ezt szerintem a Facebook csoportban is benn volt, rendkívül csúnyán összecsomagolta. Az brutális volt. Nagyon ritkán látni mostanában az ekkora zakókat, nem? Akkor átrepült ugye a korlát fölött, egy hegyoldal lelökte gyakorlatilag. És ugye ezek után olyan információk jöttek, hogy a Ford csapat azért szólt, hogy gyerekek, értjük, három autó szerezhet pontot, abból egyet, illetve kettő szerezhet pontot a háromból, abból egyet leírtunk, a másik kettő ne csináljon butaságot, úgyhogy Breen nem erőltette azért nagyon túl ezt a versenyt. A következő futam sokkal inkább fekszik majd neki. De hát végülis így is azt mondod, nem erőltette túl, de hát a két nyugdíjas mögött ő lett a harmadik. Tehát, hogy végülis azért összességében ez nem egy rossz. Abszolút nem rossz eredmény, sőt, várakodáson felüli eredmény, csak ha a tempót nézzük, akkor nem volt köze igazából az első köz. Ugye Monte Carlo-ról beszélünk, szinte mindenki hibázik, aki szeretne sietni. Ogier-nek is volt kettő egyébként. Egyszer a szakadék széléről húzta vissza, de konkrétan úgy húzta vissza, amit a Ken Block mondjuk 147-szer legyakorol, és utána beteszik a videójába, hogy ott a szakadék peremérő gyakorlatilag visszahúzza, na Ogier ezt megcsinálta élőbe. Illetve ugye az Elvin Evans is hát leesett egy olyan helyen esett le, hogy gyakorlatilag lecsúszott az útról, megállt a domb oldalon az autó, és alatta, tehát tehát az út bal oldalára lecsúszott, majd utána visszafordult az út alá, és az után érkező autó azt nem látta, amikor elment mellette, hanem amikor jött vissza szembe irányból, és akkor látta, hogy amúgy a hegyoldal közepén ott van egy autó, és azt a szentélek tartja ott gyakorlatilag. Jó, senki más, úgyhogy ezek azért kicsit ijesztő dolgok voltak. Belekottyeleskedhetek itt egy picit itt a szakmai értekezésbe? Gubodics Tamástól, a virtuális rallisport fele gyerekétől mikor fogunk látni ilyen visszahúzást? Én ezt igyekszem elkerülni, ne legyenek ilyen kalandok, tudod. Cool. Ja, igen, annyit azért azt hiszem elárulhatunk ilyen műhelytitokként, hogy Tomi, te is világbajnoki sorozatban indulsz idén. Nem, elárulhatunk valamit. Tehát míg mi pofázunk meg, irkálunk róla, addig ő alkalomattán csinálja is, és eredményei is vannak. Ez a különbség közöttünk, nem? Ez csak virtuális, azért ez mégsem ugyanaz. Viszont azt igen, azt el kell mondanom, hogy ez most olyan szinten világbajnoki sorozat, hogy 864 nevezőnk van, és 50 ország különböző versenyzői képviseltetik magukat. Ebből 60-an vagyunk magyarok, és podcast felvételünk előtt pár órával vette kezdetét az első verseny, a Monte Carlo Rally. Úgyhogy nagy erőkkel megyünk mi is, mint csapat. És egyre jobban állunk, mint ahogy a Hyundai végzett a Monte Carlo Rallyn a valóságban, ugyanis még azt hadd mondjam el róluk, hogy náluk ugye a nagyfőnök Andrea Adamo az előző szezon végén elköszönt, és azóta nincs csapatfőnökük. Az autót is borzasztó későn kezdték el csinálni, és bár ezt nem mondták ki, de azért a belső kamerás felvételek alapján elég egyértelmű volt, hogy ez a hibrid rendszer az övék, illetve ugye ez egyen hibrid rendszer mindenkinek, de azt ugye kell, hogy működtesd. Hát az ő részükről ez még kevéssé volt zökkenőmentes, úgyhogy igazából egyetlen tiszta szakaszuk nem volt egyik autónak sem, úgyhogy nekik kell a legtöbbet fejlődniük. Pedig a versenyző szállítás az marha jól néz ki ott. Tanak, Neuville, Solberg, és akkor még beugrik majd Dani Sordo némely versenyre. Ez baromi jól néz ki. Az más kérdés, hogy az eredmények kevésbé. No, hát akkor szerintem lépjünk tovább. Ugye itt volt szó elektromos Audiról, volt szó hibrid rally autóról, van szó Mészáros Sándor utánozhatatlan kiskutyájáról, aki megjelent a virtuális stúdióban, Mr. Börnike. És akkor beszélgessünk még egy kicsit elektromos autókról, hiszen a Formula E második világbajnoki szezonja kezdődött meg a hétvégén Szaúd-Arábiában. És hát mondjuk úgy, hogy felemás érzések fogadták ezt a rajongók körében, és itt a mi köreinkben is ezt a szezon kezdetet. Ugye több jelentős szabálymódosítást hozott a Formula E az idei szezonra, amelyek egyike sem maradott osztatlan sikert. Valahogy ez az egész bajnokság mintha nem akarna összeállni. Hosszú évek óta azt
azt érzem, és szerintem érezzük nagyon sokan, hogy itt a szabályalkotók, mintha folyamatosan megpróbálnának úgy szembe menni a forgalommal, és aztán csodálkoznak, hogy nem jön be. Tomi, ugye te vagy itt a Formula E egyik nagy rajongója a szerkesztőségben. Kis hián rajongok, igen. Igen, tehát nekem, hogy mondjam, az első szezontól kezdve vannak ellenérzéseim ezzel a szériával kapcsolatban, és nem azért, mert elektromos egyébként, tehát ezt sokan mondják, hogy fú, mert az elektromos, nem, az lehetne jó, csak ez nem az. Tehát, hogy nekem mindig azok a gondok. A jó az nem ilyen. Igen, de a jó se ilyen. Tehát, hogy nekem mindig az a bajom, és nem csak a Formula E-vel, hanem itt lehetne más egyébként, akár világkupa sorozatot is említeni, meg még hasonló dolgokat, amik, hát hogy mondjam, tehát az autósport nekem arról szól, hogy a legjobb csapat, a legjobb konstruktőr, a legjobb autóval, és valószínűleg a legjobb bak közé való pilótával, egy egyenlő feltételek mellett lebonyolított küzdelemben nyer. És szerintem minden sorozat szabályrendszerének ezt kellene támogatni, meg ezt kellene elősegíteni, és ha az a csapat jobban csinálja a dolgát, mint a többi, vagy az a pilóta gyorsabb, mint a többi, akkor meg kell próbálni legyőzni, és nem őt kell valahogy hátrányba hozni, csak azért, hogy eladhatóbb legyen, mert ha a néző leül, akkor azt lássa, hogy itt akárki nyerhet. Tehát nekem a Formula E az első szezontól kezdve ilyen szempontból egy kicsit bohózat, hogy 20-na is tudnak akár futamot nyerni, vagy nem tudom, tehát nincs erős sorrend gyakorlatilag. És ezeket tetézik meg azok a szabályok, amikre most erre a szezonra még rátettek egy elég durva nagy lapát. Bocsánat, itt most muszáj nem is vitatkozni, csak egy másik dolgot felvetni. Ugye itt a szabálymódosítások, amiket említesz, ezek egy része pontosan azokat a problémákat hivatott kijavítani, amiket te említettél, mert ugye ez a fajta esélykiegyenlítés, ez mindenek előtt a kvalifikációs rendszerben nyilvánult meg, ami tényleg vérlázító volt az előző években, hogy konkrétan szándékosan hátrányba hozták a bajnokságban jól álló versenyzőket. Ugye így valósulhatott meg az a tényleg abszurd dolog a tavalyi szezonban, hogy a 24 versenyzőből 18-nak volt matematikai esélye a szezon záró előtt a bajnoki címre. És habár én nekem meggyőződésem, hogy a mezőny egyik legjobbja, Nyck de Vries nyert végül, tehát hogy nem érdemtelen az ő bajnoki címe, de hát ez, hogy mondjam, az isteni gondviselésnek köszönhető, hogy egy arra érdemes ember szerezte meg a bajnoki címet, és nem valaki, akit kisorsolt a lottó. Na ezt például ugye az új időmérő rendszer bevezetésével akarták kijavítani, ugye, hogy ne kerüljen, ne hozzák szándékosan hátrányba azokat, akik jól állnak a bajnokságban, de hát ugye ennek eredményeként létrehoztak egy olyan időmérő rendszert, amilyet a világ nem látott még. Autósportban legalábbis. Hát igen, a bajnokok ligájában van, hiszen ugye negyeddöntőket és elődöntőket játszanak az időmérőn, és így dől el az első 8 sorrendje. Ugye azok után, hogy a csoportmérkőzéseken, nem tudom jobban mondani, ugye 11 perce van a 11 autónak, hogy a lehető legjobb köridőket elérje. Természetesen azonnal problémák adódtak, feltartások, sárgazászlók, minden miatt abszolút nem sikerült egy reális sorrendet összerakni. Lehet, hogy eladhatatlan lenne, de én szerintem pont a Formula E az, a szűk pályák meg a minden egyéb miatt, ahol simán a régi klasszikus F1-es időmérő tudna működni, 60 perc, van nem tudom, 12 köröd, vagy amennyi, azt nyomjad. De ez... És akkor az lesz a leggyorsabb, akinek a legjobb a csomagja gyakorlatilag, és nem ilyen bohózat kerekedik ki, mint ahogy általában. Mint ahogy általában. De hát ugye a negyeddöntők és az elődöntők, nem tudom, tehát valaki túl sok focit nézett, hiszen a versenyeken megbevezették a hosszabbítást. A 11-es rugásokat hiányoljuk még nagyon, hogy annak is meglegyen a Formula E megfelelője. Gyorsulási verseny célenyeresbe, vagy nem tudom, valami ilyesmit rendezhetnek. SMS-sel irányított 11-es rugat. Megírod, hogy hová rugja, aztán ott visszaírnak, hogy találta, hogy bent van-e a labda, nem? Csak nem a fan boostra próbáltál kitutalni finoman. Nem tudom, tehát én fokkal megengedőbb, vagy elnézőbb vagyok a Formula E-vel kapcsolatban, mint Tomi. Én alapvetően szeretem ezt a sorozatot, tehát most ezen a ponton szeretném ezt kijelenteni.
Épp ezért háborít fel az, hogy néha tényleg a szabályalkotók, nem tudom, hogy mit tettek, vagy mit szívtak, mielőtt leírták ezeket a dolgokat. Most kiemelném Oliver Rowland büntetését. Kiválóan ment Rowland az edzéseken, és aztán kapott egy rajtbüntetést box utcai sebességkorlátozás megsértése miatt. Ez nem egy rendkívüli dolog, hát ez más szakágokban is így van. Igen ám, de ő túl lassan ment a boxban. Egészen pontosan ő azt a rendkívül indokolt szabályt sértette meg, hogy a boxban 48 és 50 között kell tartani a sebességedet. Tehát 48 és 50, van egy 2 km per órás hibahatár, és Rowlandnek ez sikerült alulugrania, tehát lassabban ment, mint 48, és ezért 3 rajt helyett valamint egy büntető pontot. Hát azt hittem, hogy ez eszem megáll. Urai, amikor... azért ez tényleg a nevetséges kategória, tehát ezt értem, hogy te szereted ezt a sorozatot, lehet, értem, hogy miért szereted, vagy sokan miért szeretik. Tök izgi. De oké, csak ezt akartam mondani, hogy ha izgalomra vágyom, és azt szeretném nézni a tévén, vagy valahol, akkor másik műsort keresek magamnak, maradjunk ennyibe. Ha pedig autósportot szeretnék nézni, akkor nem formulát nézek, mert annak viszonylag kevés köze van hozzá. Tudjátok, mire vagyok mérhetetlenül kíváncsi? Azt, hogy milyen hatással lesz a Formula I-re az új FIA elnök személye. Ugye a Formula I-t... gyakorlatilag a formulai keresztes lovagja volt Zsantott az indulástól kezdve, ő volt az egyik legfőbb szószólója, ő volt az egyik legfőbb patronusa. Világbajnoki státuszt is kapott a sorozat, próbálva elérni azt, hogy minél komolyabb gyökerei legyenek. Most viszont ugye az tavalyi év végén megtörtént a vezetőcsere az FIA élén, mostantól Mohamed Ben Sulayem a Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke, és hát azért a szakmán belül maradjunk annyiban, hogy nem csak mi vagyunk azok, akik úgy gondolják, hogy a formulaival kapcsolatban Zsantott személye nagyon sokat nyomott alatba. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen energiákat fog investálni Mohamed Ben Sulayem ennek a sorozatnak az életben tartására, vagy a tuningolására, vagy hogy mihez fog kezdeni ezzel a sorozattal az új FIA elnök. Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés. Ugye az irány az egyértelmű, szerintem az új időmérő rendszer is ezt szolgálja, a fan boost is ezt szolgálja, ugye ha van, aki esetleg nem tudná, Twitteren meg lehet szavazni előzés rá segítő energia többletet egyes versenyzőknek. Fú, Tomi, de ingatod a fejed. De most ennek van köze ahhoz, hogy te milyen autóversenyző vagy, hogy a te csapatod milyen autót csinál. Hogy a nézők Nincs. Megszavazzák. Tehát akkor ezt először hallottam most, hogy ilyen lesz majd akkor a Formula E-ben. Hát gyerekek, jó, rendben van, mindent értek. Mi rád akarjuk küldeni az SMS-t, amikor a virtuális rally autódon repesztesz, de még senki nem mondta, hogy annak lenne bármiféle hatása. Tudod? Sajnos ilyen nincs. Igen, aztán ugye ott van a támadó mód, ami egyébként, de nem röhög, azt szerintem egy nagyon jó dolog. Jó. Tehát Tomi, most szerinted nem egy jó dolog az, hogy direkt el kell rontani egy kanyart, és ezután 3 percig gyorsabb lesz az autód. De ez feltétlenül azt a célt szolgálja, hogy te jó autóversenyző legyél, igen. Egyébként, bocsánat, csak hogy... Más célt szolgál mindez, de igen. Csak azt akartam mondani, hogy amúgy most a VRC-ben is ugye ilyen aggályok merültek fel, bocsánat, visszautalok erre, csak ugye ott is most... Ott is van fanboost. Nem, hanem a hibrid erőforrásoknak a töltése ugye ugyanúgy ugye a nagy fékezéstől kezd el ugye működni, majd azt lehet használni az egyenesben, és emiatt egy kicsit ott is másképp kell most már vezetni ezeket az autókat, és ugye főleg egy ilyen verseny, mint ami a Monte Carlo volt, ahol nem szokás nagyokat fékezni, mert hát ugye csúszik az út, és nem annyira érdemes. Itt emiatt is sokan szenvedtek a hibrid rendszerrel. De ez még mindig nem ugyanaz, mint hogy... El kell menni egy töltőkörre, nem? Igen, de hogy ez mindig nem ugyanaz, hogy akkor roncson egy kanyart, vagy kettőt, hogy utána esetleg nyerje egy pár lóerőt. Jó, igen. És ugye egyébként Stoffel van Dorn szezonnyitó győzelmét ezzel bukta el. Ugye a támadó módot úgy kell fölvenni, hogy elrontod a kanyart, nem? Tehát ugye egy kanyart nagyon külső íven veszel, átmész 3 szenzor fölött, és az begyorsítja az autódat.
és Toffel Fándor nem rontott el eléggé ezt a kanyart, és így nem tudta fölvenni a támadó módot. Nick de Vries viszont ennek ellenére megelőzte őt. Nem tudom, miért kételkedtek ennek a dolognak a létjogosultságában. Ugye a Formula E-ben ez egy olyan taktikai elem, ami a kerékcserét és a tankolást hivatott kiváltani, ugyanis ezekre nincsen szükség, főleg utóbbira. Szeretnétek-e még bármit hozzáfűzni a Formula E-hez? Én eddig sem nagyon fűztem hozzá semmit, megmondom őszintén. Hát jó, látom, most se sikerült meggyőzni titeket. Hát arról meg a versenyzőket nem sikerült meggyőzni, hogy a helyi sportszakmai személyzet a helyzet magaslatán lett volna, hiszen hogyha most itt komolyra fordítjuk a szót, azért a második, a szombati versenyen volt egy több szempontból is erősen megkérdőjelezhető incidens, amikor ugye a safety car fázis során egy daru hát beközlekedett ugye a pálya közepére, és egy beláthatatlan kanyarban a safety car állóra fékezett, a mezőny pedig mögötte ezt, tehát több-kevesebb sikerrel tudta megoldani, és így hát így szépen összekoccantak, mint a Dodge-em pályán gyakorlatilag úgy nézett ki az egész jelenet. És hát ez biztonsági szempontból se volt egészen rendben, én azt hiszem. Ugye többek között Jean-Éric Vergne adott hangot annak, hogy ilyet nem szeretne többet megtapasztalni. Másfelől pedig hát az is elég furcsa volt, hogy 10 perc volt hátra, vagy majdnem 10 perc volt hátra a versenyből, amikor Alex Sims elkövette ezt a hibát, és hogy nem sikerült azt az autót a daru és a safety car segítségével sem eltávolítani onnan 10 perc alatt. Miért érdekes ez? Ugye a versenyvégi hosszabbítást említettem én, ezt idénre vezették be, hogy minden egyes safety car mögött töltött percért 45 másodperccel meghosszabbodik a versenytáv. Mindezt azért, hogy a safety car mögött ne lehessen elspórolni az energiát, és akkor nehogy ne kelljen spórolni a verseny végén, hanem lehessen nyomni nyílgázon, vagy nem is gáz, hanem ugye nyílvillanyon, hogyha ezt így használhatom. És akkor ez volt a cél, és ugye ehhez képest rögtön a második verseny safety car mögött ért véget, mert Alex Sims autóját 10 perc alatt nem tudták eltávolítani a gumifal tövéből. És megint, tehát hogy tényleg, mintha az égiek is a Formula ellen dolgoznának, hogy kitalálnak valamit, és ez nehogy összejöjjön. Gondolj bele, hogy ott ülnek és elmékednek rajta, hogy na ezt hogy csináljuk, aztán mikor jön a főpróba, és akkor jön az első maflás, és nem sikerül, hogy akkor mi megy ott le. Nem volt hosszabbítás, tehát itt jöhettek volna a 11-esek, de lehet, hogy ez majd a jövő szezonban fog megvalósulni. Na, címszavakban még egy-két dologról beszéljük. Mindeket nagy örömömet szeretném veletek megosztani. Helio Castro Neves ismét megnyerte a Daytonai 24 órást. Azt hiszem ezzel kijelenthetjük, hogy január hónap a nem fiatal autóversenyzők hónapja volt, így Lőb és Attila bácsi és Castro Neves. Hármuk közül Castro Neves a legfiatalabb, 47 csak. Ez így van. Szóval a Daytonai 24 óráson ugye ismételten győzelmet aratott Helio Castro Neves, természetesen nem egyedül tettő így, hanem társaival együtt. Szóval az IndyCarból ismert Simon Pagenaud, az Endurance-ban ugye az óceán ezen oldalán is remekli Oliver Jarvis, valamint a már nem annyira fiatal, egykori ifjú titán Tom Blomqvist oldalán győzött Helio Castro Neves. Nagyon komoly, ez egy nagyon komoly brigád, így már a nevek hallatár is elképesztő összetételű társaság. Igen, ugye egy Acurával nyertek, a második helyen végző Acurának se volt sokkal gyengébb a népsor, ott Alex Rossi, Philip Albuquerque, Ricky Taylor és Phil Stevens ült az autóban, a harmadik helyen meg egy Cadillac zárt, azért ott is volt egy Loic Duval, bár tegyük hozzá, hogy ott volt Ben Keating is, ugye ő egy amerikai úrvezető, de az úrvezetők közül egy egészen kiváló úrvezető, aki hát karrierje alig, hanem legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy daytonai összetett dobogóra felállhatott. És hát Keatingről azt is el kell mondani, hogy az ő Daytonai 24 órás egy kicsit hosszabb volt, mint mások. Én nem azért, hogy 28 órán át tartott volna, hanem ő két külön autóban is szerepelt, és felváltva ült be ebbe a prototípusba, amellyel dobogósak lettek, és egy LMP2-es egységbe, amellyel a kategória negyedik helyét szerezték meg. Azért ehhez is kell egyfajta elmebetegség, azt hiszem.
Ez kellem, csak igazi elmebetegség, hogy valaki ezt csinálja. Szenzációs. Egészen szenzációs volt Ben Keating, aki tehát idén is visszavárunk Le Mans-ba természetesen. Castroneves-ről meg ugye azt akartam még itt aláhúzni, hogy tavaly is így kezdte a szezont Daytona győzelemmel, és aztán a második autóversenye abban az évben az Indy 500 volt, amelyet szintén megnyert, ha már ott volt. Hát idén viszont ugye nem az Indy 500 lesz a második autóversenye, hiszen teljes szezont fog futni az IndyCarban. Ugyanis? Mi történt? Hát rámegy a bajnoki címre. Az Indy 500. A Meyer Shank Racing től, akikkel megnyerte az Indy 500-at, és egyébként a Daytonát is velük nyerte meg idén, de tőlük teljes szezonra szóló szerződést kapott idénre, úgyhogy a Szent Petersburgi szezonnyitón ott lesz Castroneves a mezőnyben. Na, akkor itt pontosítsunk, légy szíves, muszáj vagyok beléd folytani a szót. Tedd meg, kérlek. Néhány nappal az Indy 500 győzelem után jött ide a Formula Podcastbe, megígérte, hogy mindent megtesz azért, hogy 2022-re full állása legyen az IndyCarban, majd ezt meg is valósította. Ezért fog full szezont futni, és mindent megtesz azért, hogy bajnoki címet szerezzen. Igen, ugye négyszeres bajnoki ezüstérmesről beszélünk, hát legfőbb ideje lenne most már a trónra is felülni, és hát azok után, amit tavaly láthattuk tőle, én már mindent el tudok képzelni. Mindemellett beindult az utánpótlás, a Formula Autós utánpótlás szezon is. Ugye én mindig kiemelt figyelemmel kísérem az Egyesült Arab Emírségek F4-es bajnokságát, de megértem, hogyha én vagyok az egyetlen ember a világon, aki így tenne. De nem csak ez a bajnokság indult el, hanem a Formula Regionál ázsiai sorozata is. Itt már látom, csillannak föl a szemek. Ugye? Ahol viszont a Formula Regionál ázsiai sorozatában azért van egy-két nagyobb nevű, relatíve nagyobb nevű utánpótlás versenyző is. Arthur Leclerc vezeti például ezt a nem túl változatos bajnokságot, olyan szempontból nem túl változatos, hogy az 5 versenyhétvége 15 futamát összesen 2 helyszínen bonyolítják le, egyaránt az Emírségekben, Abu Dhabiban, illetve Dubajban futják ezeket a versenyeket, és hát egy magyar versenyző is van a mezőnyben, amit mindenképp meg kell emlékeznünk, ugye Révész Levente, aki a teljes szezont majd, legalábbis reméljük, hogy teljes lesz, az Európai Formula Regionál sorozatban futja, itt az ázsiai Formula Regionálban 6 verseny után a bajnokság 17. pozíciójában szerepel. Egyébként azt néztem, ez így elég érdekes, hogy egyébként 17., hogy mindössze 2-vel van előtte az a Paul Aron, aki hát a Mercedes Junior csapatának tagja, és ez hát kettejük közül mindenképpen Révész Leventére nézve hízelgő ez, hogy mindössze 2 pozíció választja el őket egymásról, vagy egymástól. Ugye, ami pedig a másik, a jelenlegi, mondhatjuk nyugodtan első számú magyar formulautós Tóth Lacit illeti, az ő házatájáról örömteli hírek érkeztek, ugye? Igen. Ugye tavalyi szezonban debütált Tóth Laci az F3-ban a Campos Racing színeiben, és idén folytatja a pályafutását, folytatja a pallérozódást, a tapasztalatszerzést az F3-ban, viszont már egy másik csapattal, mégpedig a Cseháruzzal. Napokban írták alá és jelentették be ezt a bizonyos megállapodást. Ugye ezt, ha a csapatot nézzük, és az előző évek, vagy az előző év eredményeit nézzük, akkor az kijelenthető túlzás nélkül, hogy ez a csapat ez egy prágai székhelyű társaság, és jóval meggyőzőbb eredményeket produkáltak 2021-ben, mint a Campos. Úgyhogy reményeink szerint Lacinak jól fognak alakulni a dolgai, és 2022-ben komolyabb háttérrel tud harcba szállni ebben a roppant népes és roppant kemény mezőnyben, ami körvonalazódik jelenleg is az idei évre az F3-ba. Úgy legyen, ebben mindenképpen bízhatunk. Azt hiszem, nagyjából mindent megbeszéltünk, ami január hónapot illeti, és a januári motorsportot illeti, talán tekintsünk még kicsit előre. Ugye itt rövidesen elkezdődnek az autóbemutatók, mármint a Formula 1-es autóbemutatók. Persze ez más kérdés, hogy amit
bemutatnak majd, annak mennyi köze lesz a valósághoz. Az autók kialakítását tekintve valószínűleg a négy kerék és a glória megléte fogja az összes hasonlóságot jelenteni az ilyenkor bemutatott és a ténylegesen pályára gördülő autók között. Hát nyilván így lesz ez most is, nem? Még mielőtt ennyire előre ugranánk, én egy picit korábbi dátumra hívnám fel a figyelmet, mégpedig ennek a hétnek a csütörtökére, február 3-ára, amikor a kiszivárgott információk szerint a Nemzetközi Automobil Szövetség Motorsport Világtanácsa szokatlan módon rendkívüli ülést tart majd, ahol információink szerint és a nemzetközi sajtóban is napvilágot látott információk szerint elsősorban személyi kérdésekről döntenek majd, de talán várhatunk már valamiféle fejleményt annak a vizsgálatnak, legalább az állapotával és a státuszával kapcsolatban, ami az Abu Dhabi nagy díj kapcsán indult. Én nem gondolnám, hogy konkrét döntésekről hallunk majd, de hogy valamiféle visszaigazolás érkezik azzal a kapcsolatban, hogy éppen hol tart és milyen fázisban tart ez a vizsgálat, azt szerintem majd érkezik jelentés a VMSC rendkívül ülése után. Az, hogy mi lesz Michael Masi személyével, hogy ő maga marad-e versenyigazgató vagy sem, erről egyelőre semmi konkrétumot nem tudunk, információk vannak, mégpedig pletykák, spekulációk, és egyre inkább úgy tűnik, hogy abba az irányba haladunk, hogy megosztják majd a versenyigazgatói tevékenységet. Abba most nem menjünk bele, hogy milyen formában, maradjunk annyiban, hogy elképzelhető, és nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy nem egy személy kezében koncentrálódik majd minden, ami a versenyirányítást illeti. Óriási felhorgadásokat láttam a médiában azzal kapcsolatban, hogy bevezetik a videóbírót a Forma 1-ben is. A Formula E példájából tanultak, hogy ezek a focis dolgok, ezek nagyon működnek. Ez a fajta megközelítés, ez nagyon-nagyon furcsa. Félrevisz, nem? Bizony, rettenetesen félrevisz. Tehát a Forma 1 tulajdonképpen már nagyon-nagyon régen feltalálta a saját maga videóbíróját, hát minden esetet mindenféle kameraszögből, meg mindenféle kameraállásból, adatokkal felspékelve szoktak végignézni, tehát ez így ebben a formában nem helytálló. Maradjunk annyiban, hogy azok alapján, az információk, plejkák, spekulációk alapján, amik érkeznek az FIA házatájáról, itt arra készülnek, hogy gyakorlatilag egy másodlagos versenyigazgatói iroda kerül majd online kialakításra, ahonnan támogatják majd a versenyirányításnak a helyszínen dolgozó szárnyát. Ez azért nem ugyanaz, mint a videóbíró. Nem, persze, abszolút nem. Úgyhogy várjuk az izgalmas híreket, aztán várjuk az F1-es autóbemutatókat, meg majd a tesztet, és Tomi, hozzád pedig az lenne így legalábbis mára az utolsó kérdésem, hogy mit várhatunk a Rally VB-n. Ugye itt a naptárban azt látom, hogy következik Svédország február végén, ott lesznek-e az öregek, Lőb és Ozsié, mit lehet erről tudni? Nem, és azt hiszem, ezt nagyon jól is teszik, hogy nem lesznek ott. Ez a futam, ez mindkettőjük számára egy ilyen mumus szokott lenni szinte mindig. Úgyhogy itt ide nem ugranak be, itt nem is indulnak tényleg csak akkor, hogyha nagyon-nagyon muszáj. Itt általában mind a kettő szokott hibázni is, úgyhogy nem. Viszont olyan információk kezdtek el itt terjengeni, hogy nyilván az M-Sport, a Ford és a Red Bull, aki ugye jelen pillanatban a fő szponzora ennek a csapatnak, hát ők nyilván itt a Monte siker után, illetve az emiatt keletkező nagy média felhajtás után szeretnék Löböt meggyőzni azért még jó pár futamra. Ugye ő alapvetően erre az egy versenyre szerződött, hiszen, ahogy már utaltál rá korábban, ő egyébként az Extreme E-ben, illetve a Tereprali VB-n is versenyez, ahova szerződések kötik, és hát amikor éppen nincs ott futam, vagy hasonló dolog, akkor meg, hát ugye nem fiatal emberről beszélünk, meg amúgy is szeretne otthon lenni, úgyhogy nem akar ő minden hétvégén versenyezni, mint Attila bácsi, akiről itt Sanyi már beszélt korábban. Úgyhogy, de azok a hírek jönnek, hogy Ozsi és Lőb azért szeretne még idén egymás ellen versenyezni, és ennek egyik
állomása, és valószínűleg a következő állomása az Kenya lehet, a Safari Rally, amit ugye ilyen... De jól hangzik. Igen, nagyon különleges versenynek tartanak, ők is, a csapatok is, és ugye a versenynek se tenne rosszat, hogyha egy Le Bourget párharc ott folytatódna. A többit meg majd meglátjuk. Na, mennyire én tudom, meg amit én hallottam ezzel kapcsolatban, ugye a Safari Rally nagyon sokat dolgoztak a versenynek a feltámasztásáért, és ott egy nagyon komoly kormányzati támogatása is van a versenynek. Tehát picit azt beszélik itt szakmai berkekben, hogy pénzparipa nem számít, hogyha a Safari Rallyról van szó. Tehát ha valakik tényleg meg fognak mozgatni minden követ annak érdekében, hogy ezt a két óriási nagy ágyút újra autóba ültessék, és versenyeztessék egymás ellen, akkor az szerintem Kenya lesz. Ez így van, és egyébként elvileg ott nem ütközik senkinek semmilyen programja. Ugye Ogier szeretne a Toyotán keresztül előbb-utóbb a Le Mans-i csapatba bekerülni, és azon a fronton elindulni, de hát szerintem azt meg tudják oldani, hogy ne pont Kenya ideig, mondjuk tesztjük. Ezt hogy kell elképzelni egyébként, amikor egy ilyen rally fenomén? Ugye a Lőbel annak idején ezt megéltük, amikor a VTCC volt, hogy tulajdonképpen csináltak egy csapatot azért, hogy ő kipróbálsa a pályaautózást versenykörülmények között. De most ezt te hogy képzeled el, amikor egy Ogier az kitalálja, hogy úgy gyerekek, akkor én beülnék a Le Mans, vagy akkor hogy főhívja Japánban a Toyota főnököt, hogy hé, főnök, szeretnék menni, vagy mi történik ilyenkor? Ez egy érdekes kérdés azért is, mert ugye amik Loeb ugye Citroën legenda volt annak idején, és ugye ő Citroënnel ment utána a VTCC-ben is, Ogier egyáltalán nem a Toyota házi legendája, meg házi embere, ő ugye 2 szezont ment összesen ennél a csapatnál eddig, ez a harmadik, ami nem lesz teljes szezon, úgyhogy azért neki olyan mélységű kapcsolatai meg befolyása nincs itt a sportprogramra, mint amilyen mondjuk Loebnek volt. De ugye Ogier tesztelt már hasonló autókat, ment ugye a Red Bull Forma 1-es autóval is, állítólag ügyes volt, úgyhogy valószínűleg meg tudja győzni őket, hogy ő ilyet akar. Hát meglátjuk, ugye nyilván... Te lennél a Toyota főnök, Gergő, mit mondaná? Ha? Hát most tudod, mit mondasz egy 8-szoros rally világbajnoknak? Ez itt a nagyon nehéz kérdés, mert másfelől ugye idénre már nyilván összeállt a Toyota legénység, tehát itt alig ha számolhatunk azzal, hogy beültetnék Sebastian Ogiert. Hát, ami a következő szezont illeti, hát majd meglátjuk, ugye lesz egy újonc a legénységben, egy bizonyos Rio Hirakawa személyében, akit nyilván nagyon alaposan választottak ki, de azt mégse tudjuk, hogy éles körülmények között ő mire képes. És hát ott van ez a Pecsító López, akinek azért meg-megremegett a keze jó párszor. Hát én azt mondanám neki, nagyon jó, hogy nem nekem kell az ilyesmiről dönteni, ez a Toyotának még legalább annyira jó, mint nekem, hogy akkor tessék persze végignyomni ezt a szezont, végigtesztelni, vagy ilyenkor ugye meg lehet azt csinálni, hogy beültetik egy LMP2-es, egy-két versenyre valahova befizetik, hogy akkor menjél ott, nézzük meg, mit tudsz. Tehát lepattintani nem lehet egy 8-szoros rally világbajnokot, hogy a fenébe tudnál. Nem, hogyha azt mondod neki, hogy nem jöhetsz öreg, arra olyan bizonyítékot kell szolgáltatnod neki, hogy ő is belássa, hogy ennek esetleg akkor nincs túl sok. Igen, és erre egy nagyon jó megoldás valahol befizetni az LMP2-be, ahol azért 10 csapatból 11 az várja, hogy jöjjön az utalás. valaki beülne az autóba. De egyébként hát... nagyon-nagyon izgatottan várnám ezt, hogyha mondjuk azt látnám 2023-ban, hogy Valentino Rossi és Ogier gyepálják egymást a Le Mans győzelemére a Ferrarival és a Toyotával. Én ezt vizionálom. Csodás lenne. Meg ugye azt ne felejtsük el, hogy Ogier továbbra is Red Bull támogatott ember, tehát ott nem is feltétlenül mindent a Toyotának kéne mondjuk fizetni. Ennek kapcsán ezt jó is, hogy ezt erre rámutattál, mert ezt szeretném kikérni a véleményedet ezzel kapcsolatban, hogy biztos, hogy még mindig Red Bull támogatott az Ogier? Láttad azt a nyilatkozatot a hétvégén, vagy most a napokban látott napvilágot, amikor az Ogier nem tudom melyik újságban, kerekperezben mondta, hogy tulajdonképpen a Hamiltontól elrabolták, ellopták a világbajnokságot. Nem tudom, hogy ez a Red Bullnál, ez egy... Mit szólt ez Helmut Márko, hogy egy kiemelt Red Bull támogatott sportolói egy nyilatkozattal haknizik. Igen, ez egy érdekes dolog. Egyébként mondjuk az Ogier már korábban is hozott bajt itt a munkáltatói fejére az ő speciális nyilatkozataival, úgyhogy
Hát érdekes azért, igen. De hát addig még esetleg tud elnézést kérni, és megdicsérheti jobban Max Verstappent, hogy... Lehet, hogy ez már meg is történt egyébként. Köszönjük, hogy velünk tartottatok a Formula Podcast utolsó januári adásában, amelyben ugye itt az év első hónapjának legfontosabb motorsportos eseményeit tekintettük át. Terveink szerint a héten még jelentkezünk, bízunk benne, hogy a tervekből valóság lesz majd. Addig is viszont jó néhány dolgot ajánlhatunk a figyelmetekbe, mindenek előtt a frissen megjelent legújabb autosport és formula magazint, magazinunk idei első számát, és ha már ugye itt van körünkben ennek a terméknek a vezető szerkesztője, akkor meg is kérnélek Tomi arra, hogy röviden ajánd a hallgatók figyelmébe és a reménybeli olvasók figyelmébe, hogy mit is találhatnak az AFM idei első számában. Elsősorban azzal foglalkoztunk, és ez is került a címlapra, hogy vajon Lewis Hamilton a hallgatás után vajon visszavág-e az idei szezonban, lesz erre esélye, mit jelenthet ez a hallgatás, ugye erről a podcast csoportban is voltak kérdések, vagy felmerült ezzel kapcsolatban egy-két dolog, mi lehet vajon annak hátterében, hogy ő hallgat, és vajon látjuk-e idén a pályán. Beszéltünk, illetve írtunk a Ferrari-ról, írtunk az Alpine-ról, az Aston Martin-ról, és ugye Sanyi tollából kiváló exkluzív interjúink is készültek. Az egyiket külön hadd ajánljam mindenkinek a figyelmébe, ugyanis Borsos Vanda a Red Bullnál töltötte 10 esztendőt, és ő ezekről az élményeiről, illetve a főszereplők személyiségéről, illetve egy-két sztoriról is mesélt nekünk, de ugye ugyanúgy, amiről itt is beszéltünk, Dakar, VRC, és hát kedvenc témám a magyar rally sport is, ugye felmerült ebben a kiváló újságban. Újság a magyar rally sportban? Hát, most mondanám, hogy vedd meg az újságot és olvasd, de... De hogy veszem, nem jár postán. Igen, hát ugye itt történt egy-két dolog a téli szünet során, ami ugye nyilván még mindig tart, de ezt nem akarom lelőni. Ezt a, hát nem poén igazából, de hogy nem akarom lenni ezt a sztorit, úgyhogy arra biztatok mindenkit, hogy utaljunk már rá kicsit, mégis. Egy szóval. Kérdezhetek egyet? Tőled, mint minden titkok nagy tudorától, idén is láthatunk külföldi nagy ágyukat a magyar bajnokságban? Hivatalosan erről nincs semmi információ. Az én információim szerint Mats Östberggel kapcsolatban valószínű, hogy látjuk magyar bajnoki futamokon, legalább egy-kettőn, de ez még nem eldöntött történet. Köszönöm. Hát köszönjük az ajánlót, ha pedig már rongyosra olvastátok ezt a magazint, akkor a www.formula.hu weboldalt ajánljuk hasonlóan nagy szeretettel a figyelmetekbe, valamint azt, hogy lépjetek be a Formula Podcast Facebook csoportba, hogyha esetleg még mindig nem tettétek volna meg, akkor most már tényleg itt az ideje. Amennyiben úgy látjátok, érzitek és gondoljátok, hogy a Formula Podcast megérdemel némi hozzájárulást, némi anyagi támogatást, akkor a www.patreon.com/formulapodcast oldalon találhatjátok meg annak a módját, hogy hogyan tudtok kisebb, közepesebb vagy nagyobb összeggel hozzájárulni a műsor készítéséhez, előállításához, fenntartásához, fejlesztéséhez és minden egyebéhez. És akkor azt hiszem, hogy ez az a pont, amikor már csak a búcsú szavait tolmácsolhatjuk. Betlen Tamás elnyűhetetlen főszerkesztő, Hilbert Péter kiemelt művészeti igazgató, valamint Fűzi András aranytestű Isten nevében is. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmet, és tartsatok velünk legközelebb is. Addig meg szeressétek nagyon az autósportot. Sziasztok! Sziasztok! Ciao! Sziasztok! Hello! Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com/formulapodcast.